Köszöntöm a nézőket, lássuk, mi mindenről lesz szó a mai nap szemlében. Tűzvédelmi engedélyen múlik a bölcsőde és a sérültek napköziének működtetése. Ehhez le kell bontani a bölcsőde területére épített garázsokat. Ismét gyalogosok vehetik birtokba a főteret vasárnap, havonta egyszer kizárják az autós forgalmat a városközpontból. Az iskola másként hét zajlik a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban, a média nap meghívottja volt a Gyergyó TV is. Garázsbontásra kerül sor nem sokára a városi bölcsőde körül. Az épületben működő két intézmény tűzvédelmi engedélyének kiváltásához van szükség az intézkedésre. Nem sokára személyesen is értesítik az építmények tulajdonosait. Írásbeli értesítést is kapnak rövidesen azok a gyergyószentmiklósiak, akiknek a bölcsődek közvetlen közelében van garázsuk. A bölcsőde is a Napsugár az esőben egyesület által működtetett napközi nem kap tűzvédelmi engedélyt a garázsok megléte miatt. A hatóságok veszélyesnek találták ezeket. A tűzvédelmi engedély hiányában működési engedély sincs, így közpénzből nem lehet támogatást nyújtani. Az értelmi sérültek napközie komoly anyagi gondokkal küzd emiatt. A garázsok tulajdonosait ezért arra szólítják, bontsák le építményeiket. Az elmúlt időszakban nagyon sokat szigorítottak a tűzvédelmi szabályokon, és úgy, ahogy ezt már korábbi híradókban is, híradásokban is hallhatták a tisztelt lakók, a bölcsőde és az ott helyet kapó Napsugár az esőben egyesületnek a működési engedélyezési fázisában szükség van az újonnan kiváltandó tűzépítési, a tűzoltósági engedélyre, és megkaptuk az átiratot a tűzoltóság részéről, amelyben tájékoztatnak arról, hogy a garázsok, amely közterületre lettek építve és a bölcsődek körül épültek meg, amíg nem bontódnak le, addig nem fogunk engedélyt kapni a működésre, ezért szükségszerű eljárás az, hogy az elkövetkező időszakban felszólítsuk minden egyes garázs tulajdonost, amely engedély nélkül közterületre épített garázsával jelen pillanatban akadályozza a működés engedély kiváltását, és május végi határidővel fogjuk megkérni, legyenek szívesek a garázs tulajdonosok lebontani ezen építményeiket. Ennek az esetben kénytelenek leszünk majd a végrehajtóhoz fordulni a lebontást illetően. Az önkormányzat segítséget is ajánl a munkálatokhoz, rendelkezésre bocsátja a munkagépeket, ha szükséges. Amennyiben igényelik, akkor a május hónap folyamán benyújthatják azon igényüket a garázs tulajdonosok, hogy segítséget kérjenek önkormányzatunktól, ami a gépparkot illeti. Állunk készségesen rendelkezésre az esetleges szállítások és bontási munkálatok gépi erőjének a felajánlásába és lebonyolításába, de mindenképp végső határidőként a május végét fogjuk megszabni. Nem szerettünk volna korábban jönni ezzel a felhívással, azért sem, mert tavasszal, még a tavaszi időszakig sokan még fát tartanak, ott különböző alkalmatosságokat tartanak, ezért is van az, hogy a húsvéti időszak befejeztével most már májusi határidővel kérjük lebontani a garázsokat. Ezzel kapcsolatosan minden egyes garázs tulajdonos a kifüggesztés által is felhívást fog kapni a garázsa oldalán levő felületen ezen a határidőt illetően, és a további kérdések megválaszolására várjuk az önkormányzatunk ügyfélszolgálatába a tulajdonosokat. Az érintettek, ha már kifizették a garázsokra kirót közterület használati illetéket erre az évre, a fennmaradó időszakra vonatkozó összeget visszakaphatják vagy átcsoportosíthatják. Hétfőn, április 23-án délelőtt 10 és 13 óra között kiosztásra kerülnek az óvodás szociális értékjegyek. Összesen 124 jegy kerül kiosztásra, amelyből 38 januárra, 44 februárra és 42 márciusra. A jegyeket a szociális osztály székhelyén a Kárpátok utca 5 szám alatt lehet átvenni. Ismét gyalogosok vehetik birtokba a főteret vasárnap. Az önkormányzatnak az a terve, hogy havi rendszerességgel lezárja a központot az autós forgalom elől, és átadja a lakosságnak, hogy töltse meg élettel a főteret. Szeptember végén az autómentes napon volt a gyalogosoké a főtér legutóbb. Nagy sikere volt a kezdeményezésnek, rengetegen mentek ki a főtérre, gyerekek, családok egyaránt. Ki biciklivel, ki görkorival érkezett, a legkisebbek az úttestre rajzoltak.
Kiváló hangulata volt az eseménynek akkor, ezért rendszeresíteni szeretné az önkormányzat, hogy havonta egy napon a gyalogosoké legyen a főtér. A földnapján április 22-én zárják le legközelebb. Azt szeretnénk, hogyha a lakosság is a sajátjának érezné ezt a városközpontot. Nos, ennek alapján az ötletelésekből az jött ki, hogy jó lenne, ha minden hónapban legalább egy napra, lehetőleg hétvégén, valaminden hétvégén egy napra, illetve valamelyik hétvégén egy napra lezárnánk a teret, és nem rendezvényszerűen, hanem direkt csak azért, hogy átadjuk a lehetőséget, illetve hogy terjesszük a lehetőséget a városlakóknak, a gyalogosoknak, hogy birtokba vehessék ezt a teret. Jó nagy térről van szó, hál' Istennek, lehet itt biciklizni, lehet görkocsázni, mindenféle guruló eszközzel, ami nem motorral megy, azzal itt tevékenykedni. Nem csak a gyerekek számára, hanem a családoknak is tervezzük ezt. És hál' Istennek a városunkban tevékenykedő nagyon sok civil szervezet, civil egyesület is részt vállalna ezekben a programokban. Ismétlem újra, hogy nem rendezvény, mert úgy nem új szervezzük, viszont ha már sokan kijövünk ide, akkor nagyon jó, hogyha vannak programok is, amin részt vehetünk. Ezáltal pedig megismerhetjük egymást, megismerhetjük a városban tevékenykedő civil szervezeteket, egyesületeket. Így első körben, ami április 22-i földnapjára tervezett programra, az Amőba, a Naturland, a Figura Studio Színház, a Halvirágváb Színház, a Fészek Egyesület jelzett vissza, illetve vannak olyanok, akik mondták már most, hogy lehet, hogy ebben az első programban nem tudnak részt venni, de utána szívesen bekapcsolódnának. Ugyanígy a tornászlányok is, a ritmikus tornászlányok is. Szóval, és az ifitékát kell kiemelnünk, tehát a társszervezők vállalták a logisztikát, nagyon-nagyon sokat segítenek, és már most magukénak érzik ezt a programot. Úgyhogy jelenleg ott állunk, hogy ha esik, ha fú, ha havaz, ha süt a nap, bármi lesz, a tér az le lesz zárva április 22-én. Több civil szervezet is kint lesz a főtéren, kisebb programokat szerveznek, hogy legyen lehetőség a tartalmas szórakozásra. Az Amőba és a Naturland, ők nagyjából ugyanazokat a programokat fogják talán együtt is kivitelezni, talán külön lesznek ilyen kis kreatív, hát kitöltő lapocskák, kérdőívek akár, ami a földnapjával lesz kapcsolatos, akkor csinálnak ilyen biciklis akadályversenyt, meg egyéb akadályversenyt is. A figurások, ők egy sátorra jönnek ki, ilyen reggeli vagy déli kávézás, vagy akár délutáni kávézás, teázás lesz. A Halvirág Bábszínház az újság papíroknak az újrahasznosításával kapcsolatosan szervez kis programocskákat a gyerekeknek. A Fészek szintén a gyerekeknek való programokkal lesz jelen. A Vöröskeresztesek, talán őket sem mondtam az előbb, ők a Beteg a Babán programmal, valamint az elsősegélynyújtásos programmal, amit láthattunk már tőlük a Vöröskereszt világnapján, az elsősegélynyújtás világnapján is. És az zenészek, ők hát olyan, úgy tervezték, olyan három különféle időpontban fognak megnyilvánulni itt-ott. Szóval lesz olyan időszak is, amit nem töltünk ki programokkal, direkt azért, hogy az emberek találják fel magukat, beszélgessenek, találkozzanak, érezzék jól magukat itt, de hogy megismerjük egymást, ezért lesz ez a néhány ilyen elsősorban gyerekbarát, de nem csak gyerekbarát programok. A tér egész nap a gyalogosoké lesz, lehet aszfalt rajzolni, kerékpározni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, sétálni, kinek mihez van kedve. A lényeg, hogy minél többen kimenjenek és élettel töltsék meg a teret. Egységesíteni az uniós személyi igazolványok biztonsági elemeit az Európai Bizottság. Az erre vonatkozó javaslatot kedden nyújtotta be a brüsszeli testület. Jelenleg a becslések szerint mintegy 80 millió európai polgárnak géppel nem olvasható biometrikus azonosító nélküli személyazonosító igazolványa van, többek között Romániában, ami biztonsági kockázat. Ezért a közös biztonsági standardok között kötelezővé tennék azt, hogy az igazolványnak csipkártyáján biometrikus adatokat, új lenyomatot és arcképmást kell tartalmaznia. Ez vonatkozna a 12 évesnél idősebb uniós polgárok személyazonossági igazolványára és nem uniós családtagjaik tartózkodási kártyájára egyaránt.
Ezen a héten zajlik az iskola másként névre keresztelt alternatív oktatási hét a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban. Ma média napot tartottak az intézményben, hiszen egyik fontos szak az iskolában a média oktatás. Ennek keretében televíziónk is meghívást kapott, hogy betekintést nyújtson a szakmába a diákok számára. Szívesen tettünk eleget a felkérésnek. Média napot tartottak a médiaszakos diákoknak a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban. Újságot szerkesztettek a tanulók, és előadások által ismerkedtek az újságírás és szerkesztés, valamint a televíziózás, híradózás terén. Nagyon sok kérdést megfogalmaztak a tanulók, sok mindenre kíváncsiak voltak. A Gyergyói Hírlap újságírója a szakma kellemes és kellemetlen oldalairól is beszélt. Jól gondolja meg, hogy újságírónak megye az a személy, aki még más területen is akar munkát vállalni, mint a sajtóban. Nehéz lesz összeegyeztetni, mert hogy nálunk rugalmas a munkaprogram. Ez nagyon pozitívan hangzik, és esetenként nagyon negatív, mert hogyha éjszaka történik valamilyen esemény, akkor szépen kikelsz az ágyadból, és el fogsz menni arra az eseményre, akár jól esik, akár nem. Vagy hogyha szolgálatos vagy, akkor nem fogsz meginni két pohár bort, mert lehet, hogy lesz egy baleset, és 10 perc múlva neked autóba kell ülnöd. Oda kell menned. Elég nehezen összeegyeztethető, én amennyire látom a családdal. A televíziózás kapcsán is sok kérdést feltettek, stábunk meghívottként igyekezett válaszolni ezekre. Beszéltünk a hírszerkesztésről, a riporterek munkájáról, de az operatőr és a vágó tevékenységét is vázoltuk. S hogy ne csak beszéljünk róla, a gyerekeket is bevontuk a munkába. Egymással készítettek interjúkat a mai napról. Mennyire tartott fontosnak a média napot? Mivel, hogy én is média szakot választottam, így szerintem elég fontos ez a média nap arra, hogy megismerjük minél jobban a szakmát és a benne fontosabb tudnivalókat. És mit gondolsz, mennyire tanulságos ez mind? Szerintem elég tanulságos, mivel elég sok dolgot hallhattunk a média területéről és újságszerkesztésről is. Tehát szerintem nagyon sok minden dolgot hallhattunk. Egy másik teremben a pénteki Batthyányi bárra készültek. A dekorációt készítették közösen a tanárok és diákok. Ott is forgattak a média szakos tanulók. A tanárnak mi a véleménye az iskola másként hétről? Szerintem egy szenzációs dolog, mert a gyerekeket meg tudjuk ismerni más szemszögből, kicsit együtt tudunk lenni velük, és nem feltétlenül a szigorú, megszokott tanár-diák kapcsolattal találkoznak a gyerekek se, hanem picit minket is az idézőjeles emberibb oldalunkról meg tudnak ismerni. Egy kicsit a közvetlenebb viszonyt tudnak ők is kialakítani velünk. És ez mennyire tartja ezt fontosnak ön? Hát szerintem egy viszonylag fontos dolog, mivel tehát a szülők is látják, hogy az iskola próbál tenni azért, hogy a gyerekekkel közvetlenebb legyen a viszony, és mi is egy kicsit felszabadulunk a héten, egy kicsit másképp dolgozunk. Focit néztem csak, azon kívül hétfőn. Hétfőn fel voltunk segíteni az oszinak, a napot előkészíteni a nyolcadikosoknak, hogy bemutassuk az iskolát. És ma a médiás napon vettem részt. Eddig a médiás nap a legérdekesebb, aztán még két nap hátra van. Én hasznosnak találom, mert egy kicsit ki is kapcsolódunk, és más dolgokba is belemunkálkodunk, nem csak a tanulás részébe. Sportnapot is szerveztek már az alternatív oktatási hét keretében, és rengeteg kirándulást is szerveztek a tanárok az iskola diákjainak, valamint a testvériskolákból érkező diákoknak. A hét legutolsó napján záró rendezvényként megtartják a Batthyányi bált. A hivatalos statisztikák szerint összesen 4,53 millió percet késtek tavaly a Román Vasút Társaság vonatai, ez 8,5 éves időtartamnak felel meg. Az adatok azt mutatják, hogy a Csefere járatai 2017-ben többet késtek, mint 2016-ban. A vasúttársaság rendszerváltás utáni történetében 2012 kiemelkedő év volt, akkor csak 2,2 millió percet késtek összesen a járatai.
Az adatokat közlő portál szerint a nagyobb gond az, hogy a Csefere nem fizet kárpótlást az utasoknak a késésekért, mint ahogy az EU többi tagállamában történik. Nyilván a vonatkozó uniós előírás Romániára is vonatkozik, de az állami vállalat mentesítést kért és kapott e kötelezettség alól. A Központi Fejlesztési Régió Tanácsa április 17-én kedden Csíkszentdomokoson ülésezett Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke és a Fejlesztési Régió Tanácsának leköszönő soros elnöke, valamint Daniela Cumpiano Szeben megye tanácsának elnöke és a Fejlesztési Régió Tanácsának alelnökének vezetésével. A találkozón a tavaly benyújtott vissza nem térítendő támogatások pályázatainak alakulása és más a municipiumokat, megyéket és a teljes régiót érintő fejlesztéseket vitatták meg. Simeon Creco, a Központi Fejlesztési Régió igazgatója ismertette az intézmény múltévi tevékenységét, valamint a jövőre vonatkozó terveket. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, azért tartották fontosnak, hogy az ülés helyszínéül Csíkszentdomokos szolgáljon, hogy mindenki megbizonyodhasson, a Felcsíki út felújítására szükség van, és a korábbi híresztelések ellenére továbbra is prioritás a 125-ös jelzésű megyei út rendbetétele. Azért szerveztük a gyűlést Csíkszentdomokosra, és köszönöm Tamás Sándor elnök úrnak, legköszönő elnöknek, hogy utolsó döntései egyikeként úgy döntött, hogy itt tartsuk a gyűlést, hogy bizonyosodjon meg mindenki, hogy igenis Felcsíki útnak a feljavítására szükség van, és azok a korábbi híresztelések, amely szerint esetleg ez nem képezni a prioritását, az Európai Uniós pénzeknek azt oszlassuk el. Úgyhogy itt most már tiszta és világos, hogy nincs akadály más. Le kellett volna adni, vagy le kell adni a pályázatot, hogyha még lesz új pénz. A tanács ülésén Péter Ferenc Maros megye tanácsának elnöke, aki szintén a Fejlesztési Régió tanácsának tagja, valamint Rafai Emil Székelykeresztúr polgármestere és Lackó Albert Elemír Gyergyóremete polgármestere mellett, akik szintén tagok a tanácsban, jelen voltak azon felcsíki települések polgármesterei is, amelyeknek fontos a 125-ös megyei út felújítása, valamint Szentes Antal Felcsíkért felelős Hargita megyei tanácsos és Barti Tihamír Hargita megye tanácsának alelnöke. A Központi Fejlesztési Régió ügynöksége Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Nagyszeben és Fehér megyék hosszú távú fejlesztésért felelős, csökkentve a megyék közötti gazdasági különbségeket is. Feladata, hogy megvalósítsa a közösen meghatározott stratégiákat. Az ülés egyik napirendi pontja volt, hogy Tamás Sándor eddigi elnök helyét Daniela Cumpiano veszi át egy évre, míg a korábbi elnök az alelnök helyét veszi majd át. Eu cred că principalul obiectiv ar fi ca să ajute ca în județele care fac parte din această regiune. Elsődleges célja az ügynökségnek nyilván az, hogy a központi régióban élőket, önkormányzatokat, szervezeteket segítse abban, hogy minél több sikeres pályázatot tudjanak letenni, hogy minél több pénzt hívjanak le a központi régióban élők számára. A központi régió mondhatni jól áll a többi régióhoz képest, minden megyének van sikeres pályázata. Természetesen a megyéket nagyban befolyásolják lehetőségeik, az, hogy milyen személyzettel tudnak ezeken a projekteken dolgozni, mert azt mindannyian tudjuk, hogy nagy a szakemberhiány úgy a helyi, mint a megyei önkormányzatoknál. De összességében elmondható, hogy a régió megyéi jól éltek azokkal a lehetőségekkel, melyeket az unió kiírásai nyújtanak számukra. Az ügynökség révén a Fejlesztési Régió helyi és megyei közigazgatási egységei, civil szervezetei és vállalkozásai EU-s forrásokat hívhatnak le fejlesztéseikhez. A Központi Fejlesztési Régió tanácsának 24 tagja van, a 6 megyei tanács elnöke mellett minden megyéből egy-egy municipium, város és község polgármestere is. A tanács elnökségét sorra töltik be a 6 megye elnökei. 2017-ben 2%-kal emelkedett a sörfogyasztás, így elérve a 16,11 millió hektolitert, derül ki a Romániai Sörkészítők Egyesületének tegnap nyilvánosságra hozott adataiból. Az egyfőre eső sörfogyasztás 82 literre volt tehető a múlt évben. Országos szinten 85 ezer munkahelyet teremt az iparág. A lakosság többnyire Romániában gyártott sört fogyaszt. Az import növekedett, az export csökkent 2016-hoz képest.
A Petromajor Egyetemmel való egyesülésről tartott tájékoztatót Leonard Azanfirej rektor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának. A magyar oktatók és diákok nem tetszésüknek adtak hangot. Megtöltötték az egyetem dísztermét a magyar oktatók és csoportfelelős diákok. A rektor beszéde után többen kérdéseket tettek fel. Dr. Benedek Imre arra hívta fel az egyetem vezetőjének figyelmét, hogy nem élvezi a magyar közösség bizalmát a magyar tanszék megalakításának megakadályozása miatt. Azanfirej ugyanakkor arról beszélt, hogy a Petromajor Egyetem beolvasztását követően is megmarad az orvosi egyetem jogi státusza, illetve multikulturális jellege. Ez azért kulcsfontosságú kérdés, mert ez biztosíthat jogi feltételt a magyar tanszék megalakításának. Ahogyan elmondtam, és ahogy le van írva a szenátus határozat tervezetében, le is ellenőrizhetik, a MOGYE, illetve a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudományos és Műszaki Egyetem megőrzi a multikulturális jellegét minden tulajdonságával együtt, ahogy ezt az oktatási törvény előírja. Az egyetem magyar rektorhelyettese másképpen tudja ezt. Lehet, hogy az intézményünk jogi státusza nem változik ezzel az úgynevezett adszorpciós vagy bekebelezéses egyesítéssel, és lehet, hogy a számlaszámunk, meg a címünk, jogi státuszunk nem változik, de egy változik, a megnevezésünk, és az oktatási törvény éppen erről szól, a megfelelő cikkely az éppen a MOGYE-t nevezi meg, ha nincs többet MOGYE vagy más neve van, akkor ez egy nem létező hivatkozás. A rektornak nem sikerült meggyőzni a magyar tagozat vezetőit és diákképviselőit az egyetem fúzió hasznáról. De nem csak a magyar közösség nem ért egyet a tervezettel. Ladányi Emánuel, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke itt egy egyetemi csoportban létrehozott szavazást mutat. Több mint 1200 diák, többségében románok, állította azt, hogy nem szeretné, ha az egyesülés megtörténne. Hogyha én, mint magyar, félreteszem az etnikai síkú gondolataimat, akkor is rengeteg olyan dolog van, ami igazából nem indokolja azt, hogy mi egyesüljünk, vagy akár belénk olvadjon, úgymond a Petromajor, úgy tudományos síkon, mint kutatási síkon, mint minőség és mint minősítés szempontjából. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti és a Petromajor Egyetem egyesüléséről holnap délelőtt dönt a MOGYE szenátusa. Ennek 57 tagja van, amelyből közel 20-an magyar nemzetiségűek. Lássuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Tűzvédelmi engedélyen múlik a bölcsőde és a sérültek napköziének működtetése. Ehhez le kell bontani a bölcsőde területére épített garázsokat. Ismét gyalogosok vehetik birtokba a főteret vasárnap. Havonta egyszer kizárják az autós forgalmat a városközpontból. Az iskola másként hét zajlik a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban. A Média Nap meghívottja volt a Gyergyó TV is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, maradjanak még a Gyergyó TV-n, hiszen rövidesen kezdődik a Fit Percek, majd a Székely Konyha magazin. Viszontlátásra!